Tegnap sok új hír ér érkezett Sziverszk irányából. Itt az agresszor hosszú szünet után jelentősen fokozta támadásai intenzitását. Sziverszk stratégiai fontosságú, hiszen a város elfoglalása által lehetővé válna egy sokkal szélesebb körű támadás a főváros és egyben a legnagyobb ukrán kézben lévő dombászi város Kramatorsk ellen. Korábban az oroszok a severodonetsk liszicsánszk agglomeráció 2022 nyarán történt elfoglalása után erőik hiánya és az ezt követő Szoledár és Bachmut felé történő összpontosítás miatt leállították a szíverszk elleni támadásaikat. Az ukránok ezt a lehetőséget kihasználva fontos taktikai magaslatokat foglaltak el Bilohorivka körül, megszilárdítva a térség feletti ellenőrzést és tovább stabilizálva a frontvonalat. Ekkor az oroszok alig több mint 20 ezer katonát összpontosítottak ebbe az irányba, ami a legkisebb orosz csapat koncentrációt jelentette az egész fronton. Az elmúlt hónapokban aztán az orosz erők rengeteg további erősítést telepítettek Stormzy büntetőzászlóajak, Csecsen Ahmad erők és elit légideszant egységek formájában. Az erő koncentrációjának ilyen mértékű megugrása azt jelzi, hogy az oroszok kifejezett prioritást adtak Szíversznek más irányokkal szemben. A csapatok számának növekedésével párhuzamosan nőtt a harcok gyakorisága és intenzitása. A legintenzívebb összecsapások három különböző régióban, Rozdalivka, Vímivka és Bilohorivka környékén zajlottak. Rosdorivka környékén az oroszok fő célja, hogy tovább nyomuljanak a településtől északnyugatra fekvő magaslatokon, majd innen tűzuralmat szerezzenek a Szíverszk bevezető fő utánpótlási út felett. Ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy az út egy domb mögött van, így ha az oroszoknak sikerülne elfoglalni a magaslatokat, akkor képesek lennének belőni az utat. Ez azonban csak az egyik a két út közül, amely az ukrán Sziverszki csoportot ellátja, és bár az utánpótlás biztosítása időigényesebbé és hosszabbá válna, de még így is lehetséges maradna. Ettől függetlenül az oroszok messze vannak még attól, hogy elérjék ezt a céljukat. Az ukránok szilárdan tartják Rozdolivkát és a körülötte lévő taktikai magaslatokat. Rozdalivkán túl az ukrán védelmi öv nyugat felé egészen Vasszyukivkáig és Fedorivkáig terjed. A kisebb folyók formájában jelentkező természetes akadályok miatt az oroszok előre nyomulása a falvak irányába rendkívül bonyolult. Az ilyen hadműveleteket azért nehéz végrehajtani, mert gyakorlatilag nincs mozgástér, így minden orosz támadás óhatatlanul a kiszámítható közvetlen frontális támadásra korlátozódik. Ráadásul a fő ukrán állások nem magában Rozdolivkában vannak, hanem a közeli, nyugatra fekvő dombokon, amely majdnem 200 méterrel az orosz állások felett van. Ez a helyzet két fontosokból is jelentős taktikai hátrányt jelent az oroszok számára. Először is a Bakhmutivka folyó egy természetes akadály, amely megnehezíti az esetleges támadásokat, mivel lassítaniuk kell, hogy átkelhessenek rajta. Másodszor a völgye az alföldön található, ami azt jelenti, hogy még ha az orosz támadóegységeknek sikerül is átkelniük rajta, akkor is felfelé kell harcolniuk. A dombok feletti ellenőrzés azt is megakadályozza, hogy a frontvonal teljesen összeomoljon abban az esetben, ha az orosz erőknek sikerül rozdalivkában frontális támadásaikkal legyőzniük az ukránokat és elfoglalniuk a falut. Az ukránok tudják ezt, és az elmúlt évben félelmetes erődítményeket építettek a dombokon lévő lőállásai köré, hogy hatékony tűzuralmat alakítsanak ki a régió felett. Ezért a legutóbbi frissítések alapján az oroszoknak kelet felé Vímivka falura kellett koncentrálniuk. Ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy a falu és a vasúti töltés környéke a beresztovai orosz állásokhoz képest alacsonyabban fekszik a hely elfoglalása jelentős taktikai és egyben hadműveleti előnyhöz juttatná az oroszokat, mivel innen komolyan befolyásolható a Sziverszki kiszögellés helyzete. Egy sikeres orosz előrenyomulás a vasúti töltés mentén elvileg lehetővé teszi az oroszok számára, hogy közvetlen támadást indítsanak Sziverszk városa ellen, különösen mivel a város nem védi semmilyen magaslat vagy egyéb akadály Vímivka és Sziverszk között. Ezen kívül Sziverszk egy kis vidéki város, ahol nincsenek ipari zónák vagy magas épületek, amelyeket a védelemre lehet használni. Másrészt a városig történő eljutás azt jelenteni, hogy az oroszok az ukrán tűzérség zónájába érnek. Az ukránok a várostól nyugatra lévő taktikai magaslatokról, az uralkodó dombokról tarthatják tűz alatt a területet. Így a védők a városon belüli megerősített jelenlét nélkül is képesek ellenőrizni Sziverszket, az orkok pedig hosszadalmas harcokra kényszerülnének a dombokon. A támadók számára még rosszabbá teszi a helyzetet az, hogy Sziverszket kettévágja egy folyó, így a város nyugati része komoly védelmi pozíciókkal bír a mögötte elhelyezkedő dombokról folytatott folyamatos tűztámogatással kiegészülve. Végül, ami Bílohorivka területét illeti, az oroszok fő célja a Fehérhegy és a falu mögötti dombok feletti ellenőrzés megteremtése. Eddig a Fehérhegy elleni orosz támadások egytől egyik teljes katasztrófával végződtek, hatalmas ember és eszközveszteséggel. Ezokból kifolyólag a támadók úgy döntöttek, hogy inkább a hegytől délre fekvő erdőket támadják, abban a reményben, hogy taktikai hídfőállást hozhatnak létre, amelyet felhasználva további támadásokat indíthatnak a falu mögötti dombon, és innen tűz alatt tarthatnák a szíverszkbe vezető fő utánpótlási utat. Ez egyben Bilohorivkát is elvágná az utánpótlástól, és így az ukránok egy katlanba kerülnének, amelyet az oroszok arra használhatnának, hogy kikényszerítsék a védők visszavonulását. Továbbá Bilhorivka eleste nem csak Szíverszre jelentene további nyomást, hanem veszélyeztetni az erdőben lévő ukrán csoportokat is. A fentiekben felsorolt taktikai célok elérése lehetővé tenné az agresszor számára, hogy kijelentse, teljesen ellenőrzést gyakorol a Luhánszki régió felett. Összefoglalva, az oroszok nagy erőket halmoztak fel a Szíverszk irányában folytatott támadó műveleteikhez, és a támadási vektorokat az enyhébb ellenállási irányok mentén alakították ki. Az ukránok azonban felkészültek az ilyetén felleményekre, megerősítették állásaikat a taktikai magaslatokon, hogy megakadályozzanak minden nagyobb orosz előrenyomulást a térségben. A Szíverszki offenzíva valójában egy elterelő offenzíva lehet, az oroszok ezekkel próbálják elterelni az ukránok figyelmét Csaszivjáról. A megnövekedett nyomás ellenére az ukránok Sziverszkben erőik további átcsoportosítása nélkül is szilárdan tartják magukat. Dobj egy lájkot, like ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet! Találkozzunk a következő jelentésben!